Ugye volt itt szó Tesla killer kínai BYD-ről, csoda akkumulátorról. Mi lesz a következő hívószó? Az 1000 km valós hatótáv. Ja, meg még a szilárdtest akut is tegyük bele, mert hogy ez egy fél szilárdtest akuval, 150 kWh kapacitású akuval szerelt NIO modell, amelyik nem CLTC mérési ciklus szerint, hanem valós úton megtett 1044 kilométert úgy, hogy még 3% maradt benne, amivel még 20 kilométert körülbelül meg tudott volna tenni az autó. 12,4 óra alatt tették meg 84 km/h átlagsebességgel ezt az utat. Igaz, hogy sose mentek 90-nél gyorsabban, de mégiscsak meg tudtak tenni töltés nélkül több mint 1000 kilométert, ami nekem egy kicsit érdekes benne, hogy pihenőkkel és sofőrcserékkel együtt 14 óránál tartott ez a 12,5 órás út, tehát volt másfél óra holt idejük, tehát akkor kell ilyen, akkor igazából a másfél órát nem lehetett volna tölteni egy kicsit. Ez egy abszolút jogos kérdés. Igen, én azért azt mondanám, hogy a NIO-nak az eredményeit én mindig egy picit, tudom, én vagyok itt a NIO szkeptikus, de próbálom kontextusba helyezni, mert itt nagyon sok mindent szeretnek így bejelenteni, de ha belegondoltok, azért egy 150-es akuval elég sok mindent el lehet érni, ha valaki egy 150-es akut alá tesz egy olyan autónak, aminek jó a légellenes, hát most nem egy Humvee-ról beszélek, vagy egy Cybertruck-ról, aminek 123-as akkumulátora van. Egy 150-es akkumulátor egy ilyen szedán formában elég sok mindenre képes. Ettől függetlenül persze tök jó, hogyha meg eredmény, hogyha valaki meg tud csinálni, hogy belerak egy akkor akkumulátort egy ilyen autóba, tehát azért van egy energiasűrűség, ami mindenképpen figyelemre méltó. De nem biztos, hogy ez kémiában jelent akkora ugrást, vagy hatékonyságban, és teljesen értetek Szücske az a kapcsolatban, hogyha mondjuk abba gondoltok bele, hogy ebből kettő autót lehetett volna gyártani ekkora akkumulátorból, és úgyis megállnak összesen 2 órát ezen az úton, akkor ennyi erővel akár tölthettek is volna. Ebben teljesen igazatok van, én viszont ennek az átlag autós, meg átlag felhasználó felé közvetített üzenetét emelném ki, hogy létezik már ilyen autó. Tehát, hogy egy csomó ember ez azt fog eljutni, hogy na, itt van, megérkeztek, végre. És gyártásban van, és kapható, és tényleg elment, nem próbapadon, meg Excel táblába, hanem a valós körülmények között elment ennyit. Tehát az emberek most már ez alapján sokkal bátrabban várhatnak már ilyen elektromos autókra, mert sokkal könnyebben bemennek egy szalomba, és körbenéznek, hogy na, akkor az ő pénzükért mit is lehet kapni. Lehet, hogy nem fognak kapni 1000 km-es hatótávú autót, de akkor már nem legyint a villanyautóra. Úgyhogy ha ennyi előnye van, akkor már megérte szerintem. Igen, egyébként ha jól emlékszem, mert ugye ezt az akkumulátort egyébként a NIO egy külső partnertől szerzi be, és ők áprilisra, jövő áprilisra tervezik, hogy nagy volumenben tudják már szállítani nekik. Ugye jelenleg még itt azért nem tartunk. Volt, ugye most beszéltünk az Iker-ről nemrég, az Ikernek is volt már egy olyan típusa, ami 1000 km igaz CLTC, tehát az a kínai szabvány, ami még a WLTP-nél is messze vál a valóságtól. CLTC szerint 1000 km-re volt képes, és arra az autóról utal derült ki, hogy hát igazából 1000 darabban limitálták a gyártást, mert hogy annyi akkumulátort tudtak el összeszedni. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mit jelent ez a nagy volumen a NIO-nál, és főleg, hogy milyen ára lesz. De valóban egy ilyen Halo terméknek, amire egy felkapja mindenki a fejét, és azon a plakátokon, annak teljesen jó. Tudjátok, miért ez izgalmas, ha ezt összemossuk a NIO akucsere programjával. Tehát, hogyha én megveszem a 75-ös vagy 100-as hagyományos kémiás akumat, de ha tudom, hogy a jövő héten nyaralni megyek, akkor beállhatok a legközelebbi akucsere állomásra, és azt mondom, hogy X felárért most egy ilyen akut akarok kapni. Vagy ha ne adj Isten, olyan útra kell mennem, ahol töltő sivatag van, és nincs elég töltőhely, vagy töltési megoldás, vagy nagyon fogok rohanni, és nem tudok tölteni, akkor lehet, hogy alkalomszerűen lehetne ilyen akura cserélni. Kérdés, hogy befér-e az autódba, mert ez melyik típusnak volt az akkumulátor, nem tudjuk, hogy... Pont ezt akartam mondani, hogy a másik nagy dolog ebbe a hírbe az, hogy ez abszolút kompatibilis, ha jól emlékszem a korábbi akkuméretekkel, tehát hogy az akkucsere állomásba ez berakható, ez a... Ezt írták így? Igen, ez az akupak, és ki lehet cserélni a bármelyik másik akkumulátorra, tehát ez, amit Szöcske mond, ez egy abszolút létező, meg elképzelhető szenárió. Nyilván, hogy azt nem tudjuk, hogy el fog-e terjedni, de ez lehet egy megoldás, és lehet, hogy ez lesz az a dolog, amire majd az akkucsere állomások tényleg jók lesznek, és amiatt elterjednek.
nem tudom, a NIO-nak azért jelenleg elég komoly pénzügyi problémái vannak, ugye elég magas a veszteségük, és már többször kellett behozni most külső tőkét, hogy felszínen maradjanak, mert anélkül megletek van a számlálva, így a napok legalábbis nyilván a gazdasági törvényszerűségek szerint, aztán persze, hogy kinyúl, mondjuk a kínai állam a hónuk alá, azt nem lehet sose tudni. Azért ilyenkor mindig ezt érdemes bele kalkulálni ezekbe, hogy amikor egy cég, azt láttuk Nikolánál is, hogy amikor egy cégnél ennyire rezeg a léc, akkor hirtelen nagyon nagy bejelentéseket tudnak tenni azért, hogy a befektetői bizalmat megnöveljék, úgyhogy én azért megvárnám a gyártási darabszámokat ebből a csoda akkumulátorból, meg az árát ennek a csoda akkumulátornak, de hát elég nagyjából jövő év közepén azért már kell, hogy választ kapjunk, ha áprilisra tényleg elérik a tömegtermelést. Szerintem ezt ők nem nagy tömegterméknek szállják a 150 kWh-s akkumulátort, tehát hogy ezt nem hiszem, hogy ezzel akarják megmenteni a céget. Ez inkább csak egy ilyen, igen, meg tudjuk ezt is csinálni, és igen, Nem arra gondoltam, ennek az eladásaival mentik meg a céget, hogy ebből annyi bevétel lesz, mert én arra számítok, hogy ez valóban réteg termék marad, legalábbis abszolút. Egyelőre. Csak azt mondom, hogy ennek a hírverésével próbálják ugye pozitív hangot. A másik oldalon meg ezt szerintem teljesen ugyanis csinálta a Tesla is. Nyilván az érthető, hogy valaki én is hozni. Az érthető, hogy valaki nyilván igyekszik pozitív hírt kelteni maga körül. Csak azért mondom, hogy mielőtt azt várjuk, hogy akkor van az akkucsere állomásokat telep, akkor egy ilyen akkúval, és akkor majd el lehet menni hétvégén hosszabb útra ezzel. Először várjuk meg, hogy milyen darabszámot tudják árulni, mennyibe kerül ez az akkumulátor, lesznek-e az akkucsere állomásokon plusz ilyenek, amit mondjuk a többi NIO tulajdonos is elvetők a kisebb modellekbe, de jövőre meglátjuk, ezt nagyjából egy fél év múlva látszik. Ezt az akkucsere állomásos történetet csak Szöcske meg én raktuk hozzá, tehát én, ha jól emlékszem, ez a hivatalos kommunikációban nem volt így benne, hogy én azért kérdeztem, igen, hogy leírták-e, hogy be lehet-e rakni a... Ne, az, hogy be lehet rakni, azt hiszem, hogy le volt írva, hogy kompatibilis, uh-huh. Tehát hogy méretben kompatibilis. Az, hogy be fogják-e rakni, azt már csak mi szőjük hozzá, hogy ez működőképes. Ez egy logikus lépés lenne. Én azt akartam hozzátenni, hogy azért ne feledjük, amikor a NIO financiális gondjairól beszélünk, hogy ők egy épp olyan növekedési fázisban vannak, amikor brutálisan égetik a pénzt szerintem. Tehát ahhoz, hogy eladható legyen az ő akkucserés modelljük, ahhoz rengeteg akkucsere állomást le kell most telepíteni, amelyik mind termeli a veszteséget, hiszen még nincs autó, ami ezt kihasználja, de ez ilyen tyúk vagy tojás, tehát hogy a Teslának is rengeteg superchargert le kellett ahhoz tennie, úgy, hogy pocsék volt esetleg azoknak a kihasználása, hogy el tudja adni az autóit, mert tudja azt mondani, hogy ott vannak a töltők, és tudsz vele közlekedni. A NIO most ebben a fázisban van. Nyilván baromi kockázatos, hogy ezt túlélje, vagy sem. Ha sikerül túlélni, hogy most a befektetők vagy a kínai kormány segítségével, de ha sikerül túlélni, majd akkor lehet eldönteni, hogy működőképes ez a modell. Hát, ja, benne van a kockázat, hogy előbb becsődöl a cég nyilván. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a rövid videót, és ne feledjétek, hogy van ennek a beszélgetésnek egy jóval hosszabb változata, ahol további érdekes témákról, a német és francia állami támogatás ki- és bevezetéséről, a Model Y rivális BYD-ről, a arany akkumulátorról, ami az eddigi legfejlettebb 15 perc alatt tölthető akku, Európába érkező újabb kínai autókról, az amerikai Tesla töltőszabvány elterjedéséről, illetve a törökországi elektromos autógyártás Magyarországra érkezéséről is beszélgettünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!